Az egyes médiumokban megjelent álhírrel szemben nem alakul Covid kórházzá a Szent János kórház, ezt közölte az intézmény vezetése. A hét négy napján továbbra is folyamatosan biztosítják a területi ellátást. Kedden, szerdán és vasárnap pedig csak az ügyeleti időben kérték mentesítésüket a járványügyi többlet feladatok miatt. Kesztyűcsere, fertőtlenítés, majd jöhet az újabb vizsgálat. Az orvosok és az ápolók folyamatosan a nap 24 órájában a koronavírusos betegek mellett vannak a Szent János kórházban, de azokat is ellátják, akiknél fennáll a gyanúja, hogy elkaphatták a vírust. Az ortopédia épületét kiürítik és felkészítik a koronavírusos betegek ellátására. Ez meg is kezdődött, már telepítik a lélegeztetőgépeket. A kórház orvosigazgató helyettese ugyanakkor elmondta, ez csak óvintézkedés, amelyet korábban a járvány első hullámakor is meghoztak. Nyulasi Tibor cáfolta azokat az álhíreket, hogy Covid kórházzal alakítják át az intézményt. Az ellátás átszervezéséről van csupán szó, amelyről egyeztettek az Országos Mentőszolgálattal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal is. Jövő héttől pedig újra biztosítják a területi baleseti ellátást. A tavaszi tapasztalatokat tudjuk felhasználni. Fokozatosan nyitjuk meg az elkülönített tárgyakat, amiket eddig más egyéb ellátásra használtunk, tehát ahol jelenleg is most állunk, ez az ortopéd traumatológiai épülete. Ezt egy párnapos átszervezéssel egy másik traumatológiai osztályra helyezzük, és további 68 ágyat tudunk biztosítani Covid ellátásra. Több álhír is megjelent a napokban a koronavírusos betegek ellátásával kapcsolatban. A bal liberális sajtó a Szent László és a Korányi Intézet kapacitásait is megkérdőjelezte. Azt írták, nincs elég lélegeztetőgép és azok működtetéséhez megfelelő személyzet sem. A napi.hu azzal a címmel jelentetett meg cikket, hogy bajban van a Szent János kórház, a személyzet már nem tudja ellátni a betegeket. A felvételeken azonban jól látszik, hogy sorakoznak a lélegeztetőgépek. Több tucat van pluszban csak itt, és a kórház szerint az sem igaz, hogy nincs elég orvos és ápoló. Nagyon nem kellett kérni a kollégákat arra, hogy részt vegyenek a covidos betegek, vagy covid gyanús betegeknek az ellátásában. Jelen pillanatban is azt kell mondanom, hogy önként jönnek. Nagyon papíron kirendelés nem szükséges a kollégáknak. A főorvos hozzátette, az egészségügy leterheltsége nagyban múlik az emberek hozzáállásán. Ezért ő is kiemelten kéri a szabályok betartását, fontos a maszkviselés és a gyakori kézmosás.